Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség veletek! Eljön az Úr, és nem késlekedik, megvilágosítja a sötétség rejtelmeit, és kinyilvánítja magát az összes nemzet előtt. Szeretettel köszöntöm kedves testvéreket! Ez a mi vigaszunk, ez a mi reménységünknek az oka és alapja, eljön az Úr, és nem késlekedik, és megvilágosít mindent, a sötétség rejtelmeit is, és mennyire vágyakozunk erre,
hogy teljesen tisztán, őszintén lássuk önmagunkat, testvéreinket, mennyire vágyunk arra, hogy szabadok legyünk bűneinktől, korlátainktól, és örömben tudjunk élni. Ezt az örömet akarja készíteni számunkra az érkező Úr. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, Te azt kívánod tőlünk, hogy előkészítsük Krisztus Urunk útját. Ne engedd, hogy gyöngeségeink letörjenek minket, míg mennyei orvosunk érkezését várjuk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izaiás proféta könyvéből. Profétája által szól az Úr. A szent és nagyhatalmú Isten kérdezi, kihez hasonlítotok ti engem, és kivel tesztek egyenlővé? Emeljétek föl tekinteteteket, és lássátok, ki alkotta mind a csillagokat. Ő, aki elvezeti seregüket, megszámolja őket, és nevén szólítja valamennyit, hatalma és nagy ereje miatt el nem marad egy sem. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Sorsom el van rejtve az Úr elől, és igazságom elkerüli Istenem figyelmét. Hát nem tudod, és nem hallottad még, hogy örökkévaló Isten az Úr. Ő teremtette a föld határait. Nem lankad el, és nem fárad el, és bölcsessége kifürkészhetetlen. Erőt ad a fáradtaknak, és gyámolítja a kimerültet. Még a fiatalok is elfáradhatnak, ellankadhatnak. Az ifjak is összeeshetnek erőtlenül. De akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak. Szányra kelnek, mint a sasok. Futnak, de nem fáradnak ki. Járnak kelnek, de nem lankadnak el. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt az őt követő emberekhez. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, közösen készülünk érkező Urunknak a fogadására, és napról napra ott van bennünk, mind itt a liturgikus ünneplésben, mind pedig mindennapi tevékenységünkben a kérdés, kicsoda is valójában, kire van nekem szükségem, ki lenne jó, ha érkezne, és aztán másik ugyanilyen kérdés, hogyan ismerhetjük meg, hogyan ismerhetem fel az egyház tanításában, de hogyan ismerhetem fel mindennapi életemben, hogy az Úr megérkezett, az Úr itt van nálam, az Úr velem van, az Úr bennem van. Közös készületünk segít ebben, mind a szentírási szakaszoknak a tanítása, mind pedig az a konkrét választott szentírási motto, amit az idei esztendőben körbejárunk, a Római Levél 12. fejezetéből. És a mai reggelre a kijelölt rész pedig így szól, legyetek béketűrők a nyomorúságban. A béke számunkra jelenti az igazságosságot, a rendet, biztonságot, a jövőt, a nyugalmat, a növekedést, a kapcsolatot, jelenti a szeretetet. Ott van vágyainkban, erre vágyakozunk. Milyen jó lenne, ha béke lenne bennem, körülöttem, világban. Mennyire törékeny a békének az állapota, akár hatalmak között, akár személyek, akár pedig közösségek között. Milyen törékeny ez. Vágyakozunk a békességre. És mennyire szenvedünk akkor, amikor valamiért ez a békesség megbillen, nem jön létre, megroppan, és valami nagyon fontosat úgy érezzük, mindent elveszítettünk. Hiszen a béke, a békesség ezt jelenti számunkra, a mindent, a célba érkezést, a biztonságot, Isten jelenlétét, Isten jóságát, Isten országát, és amikor ez elveszni látszik, akkor ez fájdalommal tölt el bennünket. Isten úgy mutatkozik meg a szentírási szakaszokban, az adventi időszakban is, mint a béke istene, a békességnek az istene. És ez jelenik meg Jézusnak a tanításában, kiemelt módon a 8 boldogságról szóló tanításban, amikor maga is ezt mondja, boldogok a békességesek, mert ők Isten fiai. És mennyire vágyakozunk erre is. És mennyire érdekes, hogy bennünket mind a Szentírás, mind pedig az egyházunk tanítása Isten fiainak mond. Tehát akkor ez fordítva is igaz, ha Isten fiai vagyunk, akkor boldogok vagyunk, és akkor a békességnek a teremtői vagyunk, békesség teremtői kell, hogy legyünk. Hiszen így beszél erről, így érthetjük ezt a 8 boldogságról szóló tanításban. Boldogok azok, akik teremtik a békét. Ebben az összefüggésben, amikor azt halljuk, legyetek béketűrők a nyomorúságban, akkor nyilvánvalóan nem egy passzív magatartásról van szó.
valahogyan éljem túl, valahogyan rekesszem magamon kívül mindazt, ami történik, valahogyan vonjam kívül magamat az eseményeken, ne érintsenek, ne engedjem, vagy ha érintenek is, akkor tegyek úgy, mintha nem számítana. Nyilvánvalóan nem. Boldogok a békesség teremtők, mert ők Isten fiai. Jó körülmények között úgy gondoljuk, ez könnyen megy, így is tapasztaljuk. Amikor elfogadnak, amikor szeretnek, amikor viszonylag rendezett körülmények vannak körülöttem, amikor olyan kapcsolatok éltetnek, ahol ez a biztonság, ez az elfogadás megtörténik, ilyen körülmények között a békességet megélni, békességet teremteni viszonylag könnyű. Sokszor arra is irányulnak törekvéseink, igyekezetünk, hogy ilyen körülményeket teremtsünk magunknak, magunk körül, hogy aztán majd a békességben tudjunk élni. Óriási veszély. Mert amikor ez a célom, akkor egy szűk körben gondolkodom, a világnak egy szűk szeletében gondolkodom, néhány emberben, néhány viszonyban, ahol otthon érzem magam, amit tudok kezelni, ahol a körülmények teremtik azt, hogy békességnek látszó módon tudjak élni. De Jézus nem erről beszél, az apostol tanítása sem erre irányul, és az életünk sem ilyen. Nagyon ritkán tudjuk ezt megteremteni, még ha minden szándékunk erre is irányul, és nem is lenne jó. Sokkal nehezebb megteremteni a békét, a békességet, akkor, amikor ennek hiányában vagyunk, amikor igazságtalanság vesz körül, vagy amikor méltatlanul bánnak velem, vagy méltatlanul bánok én másokkal. Sokszor úgy gondoljuk, ilyen körülmények között elgyengül az Isten tanítása. Nem érvényes. Egészen biztos, hogy ha itt lenne Jézus, akkor ő is belátná, itt nem tud tenni semmit. Gondolhatunk régen elnyűjt kapcsolatainkra, gondolhatunk régen kialakított megoldási módszereinkre, amelyek egyébként alig-alig vezetnek eredményre. Gondolhatunk azokra a sztereotípiákra, amelyeket úgy gondoljuk, hogy jó, ha alkalmazunk, és mégis azt látjuk, hogy nem eredményesek. Hogyan fogunk ebből kilépni? Hogyan leszünk békességteremtők? Nehéz körülmények között, nem ideális körülmények között, nem azok között a körülmények között, amelyeket én képes vagyok koordinálni, képes vagyok kontrollálni, képes vagyok megteremteni, hanem egyszerűen adottságként el kell fogadjam. Legyetek békességtűrők a nyomorúságban. És ebben a szituációban sem egy passzív magatartás ez, hanem teremtő, aktív magatartás. Egészen mélyen érintett egy alkalommal, amikor egy Szíriából érkező püspök arról számolt be, hogy hogyan élnek ők ott a háború, a polgárháború, a konfliktus, a szított ellenségeskedés közepette, amikor pusztítják a keresztényeket, amikor menekül mindenki, aki csak teheti, és akkor azt kérte tőlünk, ne hívjatok bennünket ide, hanem imádkozzatok érettünk, hogy ott tudjunk helytállni, mert ha mi eljövünk onnan, senki nem lesz, aki a békességet és a megbocsátást hirdesse. Nagyon nagy példa ez mindannyiunk számára. Olyan körülmények között, ahol üldözés van, ahol az életükért küzdenek napról napra, azt kéri a püspökük, azért imádkozzatok, hogy maradjunk, hogy legyenek azok, akik a békességet teremtik. Istennek a gesztusa ez. Nem emberi megfontolás, nem emberi meggyőződés, hanem mélységes hit Jézus személyében és Jézus tanításában. Tudjuk jól, hogy hitünk mindig küzdelemmel párosul. Hitemet akkor tudom megélni, hitben akkor hozom meg a döntéseimet, ha mindig Krisztushoz ragaszkodom, és ezek döntést kívánnak tőlem. Persze ott van a kérdés, honnan az erő? Honnan vegyem az erőt?
meghaladjam. Számtalanszor próbálkoztam már, számtalanszor nekirugaszkodtam, csak részeredményeket tudtam elérni, vagy alig is jutottam valamire. És vigasztalnak bennünket a mai szentírási szakaszok, amikor olvassuk az Ószövetségi Szentírásban, Izaiás prófétánál, miért mondod ezt, Jákob, miért beszélsz így, Izrael? Sorsom el van rejtve az Úr elől, és igazságom elkerüli Isten figyelmét. És így fejeződik be ez a szakasz. Nem lankad el, és nem fárad el, és bölcsessége kifürkészhetetlen. Erőt ad a fáradtaknak, gyámolítja a kimerültet. Még a fiatalok is elfáradhatnak, ellankadhatnak, az ifjak összeeshetnek erőtlenül, de akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szányra kelnek, mint a sasok. Futnak, de nem fáradnak ki, járnak, kelnek, de nem lankadnak el. Az Istennek az ereje ez. Azt kéri tőlünk, bízzunk benne. A bizalom pedig azt jelenti, megteszem, amit ő kér, mert tudom, hogy ő igaz, tudom, hogy ő jó, tudom, hogy ő meg tudja teremteni a békét, a békétlenség közepette is. Meg tudja teremteni az erőt bennem, hogy bármilyen körülmények is vegyenek körül, ott én a békeinek teremtője tudjak lenni. Legyetek béketűrők a nyomorúságban. Nem csak nekünk van szükségünk a békességre, hanem azoknak is, akik békétlenek. De kitől, honnan vegyék az erőt, hanem azoktól, akik találkoztak a béke Istenével. Akik megkapták az erőt ahhoz, hogy teremtsék a békét. Legyünk bátor apostolai a békesség Istenének. Ámen. Testvéreim, az ószövetségi választott nép vágyakozó reménységével készüljünk Jézus születésére, és kérjük bizalommal mennyei atyánkat. Töltsd el, Urunk, lelkünket hálával és imádással, fiad megtestesülésének titka iránt. Kérünk téged, hallgass meg minket. Erősítsd bennünk a reménységet, hogy mindig elnyerjük szent ígéreteid teljesedését. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy alázatosan fogadjuk isteni gondviselésed rendeléseit. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy hívő lélekkel várjuk szent fiad második eljövetelét is. Kérünk téged, hallgass meg minket. S végül add meg, hogy az utolsó ítélet napján szent fiad jobbján állhassunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Istenünk, te azt akarod, hogy híveid szívvel lélekkel törekedjenek az üdvösségre. Add, hogy mindig ragaszkodjunk hozzád, és elnyerjük az örök életet. Krisztus, ami Urunk által. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, hogy odaadó lélekkel bemutatott áldozatunk szüntelenül előtted álljon. Add, hogy örök akaratod szerint hatékonyan munkálja bennünk az üdvösséget. Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Ő első eljövetelekor magát megalázva testet öltött, teljesítette a kezdettől fogva neki rendelt küldetést, és megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját. Hogy amikor dicsőséges fényben újra eljön, látható valóságban nyerjük el, amit most ígéretében bízva várunk. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltottál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, velem méltatlan szolgáddal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről,
és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged. Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Mint a békesség gyermekei, imádkozzuk a Jézustól tanult imát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
eléd lépek, jó Uram, hol béke és nyugalom vár. Vágyom, hogy érints lelkeddel, hogy múljék, ami fáj. Én hiszem, hogy itt vagy közöttünk, és halkan szeliden hisz, és mi társaid leszünk örökké, hol boldog dalát zengi minden szív. Áldom az Urat, míg élek, és szeretem örökké, örömmel mondok hálát, világom mindenért. Áldom az Urat, míg élek, és szeretem örökké, örömmel mondok hálát a világom mindenért. Közénk térdelsz, jó Urunk, féltő szeretettel, és egy új életnek boldogsága
Könyörögjünk. Kegyességedért esedezünk, Urunk, hogy ez az isteni erőforrás mossa le bűneinket, és készítsen elő a közelgő ünnepekre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Testvérek, amikor közösen ünneplünk, majd pedig az ünneplés végén az egyház áldást ad, küldetést ad, akkor ezt hasonlíthatjuk ahhoz is, amikor egy sereg elindul. Felkészültek, meggyőződtek, készek a küzdelemre, készek arra, hogy teremtsék a békét. Így ünnepeltünk a mai reggel. Kívánom, hogy mindenkinek, minden kedves testvéremnek legyen legalább egy olyan pont a mai napjában, amikor van lehetősége békét teremteni, van lehetősége a békességet szolgálni, munkálni, hogy az a béke, amire vágyunk, a béke Istene, akire vágyunk, az valóban ki tudja fejteni uralmát elsősorban bennünk. Így adom az Úr áldását. Az Úr legyen veletek. Legyen áldott az Úr neve, most és mindörökké. Segítségünk az Úr nevében. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békében. Istennek legyen a hála. Gyermekét ébren őrző, akitől mit sem félő asszony, Mária. Jászolban milyen almó, Istene fölé hajló asszony, Mária. Kit két karó, sötét.